első gyermeke után Görög Zita úgy érezte, bárhogyan is igyekszik, folyton kudarcot vol. Az egykori modellnek pedig azzal is szembe kellett néznie, hogy a külseje megváltozott. Görög Zita, mikor 12 évvel ezelőtt első gyermeke, Milán megszületett, saját elmondása szerint mindenre rácsodálkozott. Szeretett volna tökéletes anya, társ és háziasszony is lenni egyben, de úgy érzi a próbálkozásai mind kudarcba fulladtak. Arról nem is beszélve, hogy a szülés után a külseje is megváltozott, meg kellett ismernem, el kellett fogadnom a szülés utáni új külsőmet, és azt, hogy ha belenézek a tükörbe, akkor már nem egy hangos 20 éves lányt látok, hanem egy éppen kicsit meggyötört kialvatlan édesanyát. Ezek nem voltak nagy változások, és külső szemmel senki nem vette észre, csak én, de akkor is sok időbe telt, mire már nem zavartak ezek a dolgok. Végül a legnehezebb időszakban találtam önmagamra. Akkor, amikor egyedülálló édesanyává váltam, mondta a Borsnak Zita, akinek azóta teljesen egyenesbe jött az élete, hiszen olyan párra lelt, akinek nem kell folyton bizonyítania. Zita egyébként pont emiatt ellenzi, hogy lánya a modellszakmát válassza.